mindenki látja, hogy a mai nap nagyon-nagyon kedvező. Biztos vagyok benne, hogy a bolygók és csillagok is nagyon kedvezően állnak. De hogy önök mind itt vannak velünk, ez a legszebb dolog, ami ma történhet. És ez a szertartás is ezáltal válik nagyon-nagyon jelentősé, hogy fontos részeként, hogy önök is adják majd az áldást az ifjú párnak. További sikeres jövőjük érdekében, boldogságuk érdekében. És már csak figyelek, hogy ha elkészül a zenész csapat, akkor majd érkezik a vőlegény. Szabolcs a színpadra, mutasd meg magad, hogy mindenki lásson a dicsőséges vőlegényt. Egy nagy tapsot Szabolcsnak kérem. A büszke vőlegény, és sem sok erre a büszke férj. És egy elsőként szeretné köszönteni a saját szüleit, valamint a menyasszony szüleit virágfüzérrel, ugyanis ez a tisztelet kifejezése a védikus kultúrában, és itt a Ráda Pria fog segíteni nekem. Tiszteletét fejezi ki, és köszönetet és hálát mutat a saját szüleinek, valamint a menyasszony szüleinek. Tapsoljuk meg a szülőket, a családot! És a menyasszony szüleinek is. Tapsoljuk meg a szülőket, mindkétet. Köszönjük szépen. És az itt van nálam. Szabolcs, kérlek, gyere a színpadra föl. Azaz, hogy igazából, hogy ne fáradjon apuka sokáig, itt is maradhat. Szeretném most kérni Tündi apukáját, hogy ez a virágfüzér, ami itt van a kezemben, legyen szíves csak, ide igen, nem kell hosszú utat megtenni. Ezt a virágfüzért, ó, hát nagyon friss, úgy látom, akkor Szabolcs, kérlek, gyere a színpadra. Itt van a közepe a virágfüzérnek, és egy virágfüzért akasszon a kedves veje nyakába. Ezzel tiszteletet fejezünk ki a védikus kultúrában. Tapsoljuk meg a családot, nagyon szépen köszönjük, szeretet is van, nagyon szépen köszönjük a apukának. Egyelőre lefáradhat a színpadról, de mindenképpen majd fogom mondani, hogyha szerepe lesz. Igen, hát igaz, ifjúság. Köszönjük szépen, és a menyasszony érkezésére várunk. Remélem van, aki jelzést ad nekik, hiszen a barátnők fogják kísérni, és ahogy mondtam, lefátyolozva jön majd a menyasszony, és szintén kérnék helyet itt középen, a sorok között, hogyha a kirtannal, Hare Krishna mantra éneklésével érkezik a menyasszony barátnői körében, akkor fogadjuk őket nagy szeretettel, tapssal. Hare Krishna mantra éneklésével az mindig kedvezőséget teremt. Aha, igen. Amíg ideér a menyasszony, addig a férj egy virágfüzérrel köszönti a papot, aki a szertartást végzi. Thank you.
Érkezik a mennyasszony, gyönyörűen lefátyolózva a barátnő kíséretében. Igen, ilyenkor kell a barátnők támogatása. Kérlek, gyertek a színpadra a két barátnővel, akik majd segítik a fátylat leleplezni. Igen, hát papucsot vedd le, kérlek, nagyon forró lesz. Igen, és először a mennyasszony körbejárja a férjét 7-szer lefátyolozva, és tiszteletét fejezi ki, gyere Tündi nyugodtan, erre és ebbe az irányba, hogy a jobb oldaladon legyen a férj. 7-szer körbejárja Szabolcsot. A védikus kultúrában, hogyha tiszteletünket fejezzük ki, akkor körbejárjuk azokat a szent helyeket, szent növényeket, vagy a tiszteletbeli személyeket, és az a személy, vagy az a dolog mindig a jobb oldalunkon van, akiknek tiszteletet fejezünk ki. Még minden nagyon titokzatos, biztos mindenki várja a szépséges ara megpillantását, és hogyha majd biztos számolja a Tündi, bár biztos, hogy nagyon izgul, de hogyha megvan a 7 kör, akkor megáll majd Szabolcsnak a jobb oldalán, és kérem majd a segítőket, hogy akkor gyertek a párnát, kérlek, tegyétek a lába alá, mert nagyon forró. Úgy, köszönjük. És akkor kérem az ifjú párt, hogy álljatok egymással szembe, és a barátnők először csak a férjnek mutassák meg a mennyasszonyt, hiszen az első pillantást ezt mindig neki kell rávetni. Reméljük, nem álljunk el a gyönyörűségtől, bár gyönyörű a mennyasszony. Igen, megpillantotta, úgy látom. És akkor most levehetitek a fátylat. Nagy tapsot kérünk, és egy hatalmas rívó! Köszönjük szépen a segítőknek! És most következik a virágfüzér cseréje. Először a lány, azaz, hogy Tündi adja Szabolcs nyakába a virágfüzért. Ezzel tiszteletüket fejezik ki egymásnak. És aztán kérem Szabolcsot, hogy akassza a Tündi nyakába. Köszönjük szépen! És akkor most forduljatok a közönség felé, hogy áldásokat kapjatok, és hatalmas fotó készülhessenek, és hatalmas taps! Jaj, bocs. És bár ahogy elmondtam, hogy most ez a kis oltár képviseli a nagy oltár, tehát a murtikat, itt a szertartás folyamán. Itt most a mozgás nehézsége, tehát nem szükséges leborulnatok, de hódolatotokat tudjátok ajánlani itt Rádésiám, Gornitáj és Prabhupád előtt, összetett kézzel. Vagy igen, hát a jó bakták, igen, úgy látom, leborulnak az Úr színe előtt. Köszönjük szépen. És én azt javaslom, hogy majd mindjárt oda visszük a széket nektek, és következik egy rövid lecke, egy előadás az esküvő jelentőségéről. Gunagrahi Prabhu fogja tartani ezt az előadást, Krisnavölgyből érkezett hozzánk, nagyon kedves barátja, ismerőse az ifjú párnak, és nagyon régen gyakorolja már a Krisna tudatot, és nagyon sokat celebrált már esküvőt, mint amilyen bőrben most én vagyok. Biztosan jobban csinálja, de én is igyekszem, de most egy nagyon szép előadást hallhatunk arról, hogy a védikus kultúrában így az esküvőnek mi a jelentősége. Fogadjuk őt nagy tapssal. Engedjék meg, hogy én is sok szeretettel köszöntsem Önöket. Köszönöm, Szabolcs. Nagy öröm, hogy itt lehetek veletek, főleg, hogy nagyon kedves barátaimhoz fűződik ez az esemény. Engedjenek nekem meg néhány rövid gondolatot, hadd szóljak, hogy mit is láthatunk, de még inkább arról, hogy milyennek az igazi üzenete és lényege. Nos, talán tudják, hogy a klasszikus, ősi, arhaikus szanszkrit nyelven íródott ind irodalom, a védák, az
beszél arról, hogy mi valójában örök lelkek vagyunk. A mi individuális lényegünk, az azonosságunk, hogy lelkek vagyunk. És a léleknek a természete, amellett, hogy metafizikai és transzcendens gyökerekkel rendelkezik, az, hogy boldog. Valójában a boldogság nem idegen a lélektől, olyannyira, hogy az a természete. Ánandamaja bhyászát. A lélek boldogság kereső, boldogságra tör, és ezt láthatjuk a világon mindenhol. Minden fajban az élőlények élni akarnak, és az emberek is ilyenek. Élni akarunk, boldogok akarunk lenni, nem akarunk meghalni, és ez egy elidegeníthetetlen módon a lényünkhöz tartozik. Szóval a boldogság az tulajdonképpen az életnek a célja. Inkább csak az a kérdés, hogy melyik? Mert sokféle van. Legalábbis az emberek talán ezt a választ adnák erre a kérdésre, hogy hányféle boldogság létezik. Lehet, hogy valaki azt mondja, hogy annyiféle, ahány ember van, ahány elképzelés. Ha egy kicsit a mélyére nézünk ennek a témának, akkor azt látjuk, hogy valójában csak három különféle aspektusa van a boldogságnak, és az húzódik meg az összes emberi törekvés mögött. Engedjék meg, hogy röviden a boldogságnak a természetről is szóljak, hiszen végül tudnunk kell, hogy kik vagyunk, és egyáltalán, hogy mi a célunk. És alapvetően a lélek a lelki világba került ide az anyagi körülmények közé, az anyagi természetnek a kulisszái közé, és a lelket beburkolja egy finom forma, egy finom test, az elme, vagy mentális asztrál test, és egy a durva fizikai test, és ezért a boldogság sajátos módon megvalósulhat a testen keresztül, megvalósulhat az elmén, a finom testen keresztül, és a lelken keresztül is. Mindegyiknek más a természete, és más eredményt ad számunkra. Az anyagi felfogás során a lélek azonosítja magát ezzel a durva fizikai testtel, és a test 5 érzékből áll. Szemek, az orr, az ízlelés, a nyelv, a fülek mindig szomjaznak az érzéktárgyakra, a hangra, és ott van az érintés. Szóval a szem számára a forma, az illat az orr számára, az íz a nyelv számára, a hang, és ott van az érintés. Szóval ez az 5 érzék van, és az érzékek nem kérnek, hanem követelnek. Igazából mindegyik érzék szomjazza az érzéktárgyaknak a társaságát. És ott van az elme. Az elmében pedig érzelmi benyomásokra vágyunk, az értelem pedig intellektuálisra. És azok a lelkek, akik elfelejtették lelki azonosságokat, és azonosítják magukat ezzel a testtel, akkor így próbálnak boldogok lenni. Keressük az érzéktárgyakat, érzelmi benyomásokra törünk, és mégis ez a boldogság oly megfoghatatlan. Talán egyetértenek velem abban, hogy nem is olyan megfogható dolog. És ennek az az oka, hogy mi lelkek vagyunk, nem vagyunk test. És a test által felkínált lehetőségek sajnálatos módon nem tudnak bennünket elégedetté tenni. Azért, mert ebben a világban mindez, amit ez a test az érzékeken keresztül fel tud fogni, amit az elme az érzelmi benyomásokon keresztül tapasztalhat, minden átmeneti, minden ideiglenes. Mondhatjuk, hogy egy ideiglenes világban csak egy dolog örök, az elégedetlenség. Nem tudom, hogy megfigyelték ezt a jelenséget, hogy ez az elégedettség nem is olyan könnyű. Létezik önök szerint boldogság elégedettség nélkül? Nem. Hát hogyan létezhetne? Ha nem vagyunk elégedettek, ha nem vagyunk békések, boldogok sem tudunk lenni, ezért erre szükségünk van. Viszont sajnos ebben a világban a lélek a testen keresztül érvényesülve végül mindent el fog veszíteni. Vagy úgy, hogy már szívünkben kötöttünk hozzá, de valójában sosem lesz a miénk. Vagy a miénk lett ugyan, de a sors kisajátítja. Végül elveszítjük. Vagy pedig megszereztük, a miénk is marad, és mi mégis elveszítjük. Ez hogy lehetséges? A miénk valami, és mégis elveszítjük. Ez úgy lehetséges, hogy igazából ebben a világban van egy mondás, ami magyarázza ezt, hogyha valamit megszerzünk és hozzászoktunk, gyakorlatilag elveszítettük. Tehát kiábrándulunk a dolgokból. Mindenki ismerhető. És ráununk. Nagyon hamar akkor egy erkölcsi avuláson esik át, és nem érdekel bennünket többé. Vagyis, ha valami a birtokunkban van, de mi nem kötődünk hozzá, az olyan, mintha nem is létezne. Szóval a lélek az átmeneti világban örök boldogságot keresve végül átmeneti tünemény,
örömöt tapasztal, és mindent elveszít. De létezik a harmadik, ami nem a test és az elme szintjén valósul, meg a lelki boldogság. A lelki boldogság az örök, természetű. Az egyetlen, amely oltani tudja azt a szomjat, amit a szívében minden lélek érez. Ezt keressük. És a házasságnak a intézménye eredendően arra hivatott, hogy hozzá segítsen bennünket ez a örök és lelki boldogsághoz. És ez egy nagyon különleges módon, egy gyakorlati módon tud megvalósulni. És felmerülhet a kérdés, de hát hogyan kezdjük? Hogyan kezdjük el? Minden emberi kapcsolatnak az alapja a tisztelet. Valójában a tisztelettel kell kezdeni, hiszen emberi kapcsolatainknak ez a, mondjuk a, az az alap, amire építjük. És ötféle kapcsolat van. Van, akikkel semleges kapcsolatban állunk, vannak, akik akiket szolgálunk, vannak a barátok, a szülők, és akik a szeretői kapcsolatban áll valaki. A semleges kapcsolat során akkor az emberek csak tisztelnek másokat. Nincs semmi közeli kontaktus. És ezért ez a tiszteletre van építve. Hogyha ezzel nem elégedettek, akkor úgy érezzük, hogy tennünk kell érte valamit, és akkor szolgálni akarjuk azt a személyt. Akkor ezt úgy hívják, hogy szolgai kapcsolat, aminek az eleme a tisztelet és a szolgálat. Ha ezzel sem vagyunk elégedettek, akkor mélyítjük a kapcsolatot, és megjelenik a barátság, aminek a fő eleme a bensőségesség. A harmadik a szülői kapcsolat. Abban jelen van mind a három, hogy tiszteljük, hogy nagyon értékeljük. Ugyanakkor ott van az is, hogy szolgáljuk, sokat teszünk azért a személyért. Ott van a mélysége, vagyis a bensőségesség, és megjelenik egy negyedik elem, ami nem más, mint hogy a fenntartója, a védelmezői vagyunk a szeretett személynek. És végül a harmadik. A szerelmi kapcsolatnak a lényege a tisztelet, arra épül az, hogy szolgáljuk egymást, sokat mindent megteszünk egymásért. Ott van a mélysége, a barátság, vagyis a bensőségesség, hogy gondoskodunk a másik szeméről, akár szülő. És végül az ötödik elem, amely csak erre jellemző, és ez nem más, mint a teljes önvaló, a szív átadása a szeretett személynek, a szeretett tárgyának. Láthatják, hogy a tiszteletre épül. Nincs kapcsolat tisztelet nélkül. Házassági kapcsolat sincs tisztelet nélkül. És ezért ezzel kezdődik. Nem építhetünk a semmire egy felhőkarcolót, néhány bambuszrúdra. Nagyon fontos és alapvető, hogy legyen ez az alap. És így módon akkor a házassági kapcsolat, hogy sikeres legyen és elérje a célját. Vagyis, hogy valaki az Isten szeretete szert tegyen a lelki boldogságra. Akkor fontos, hogy ezt gyakorolják a felek. És megvan a titka, hogy ezt hogy kell csinálni. Hát lehet, hogy kíváncsiak rá, de végül is az ősi szentírások, a védák elmagyarázzák, hogy hogyan tudunk sikeresen egy kapcsolatot hosszú távon működtetni. Talán ez nem mindenkinek egyértelmű, hiszen ha megfigyelik a világot, látják, hogy az emberek nem tudnak tartósan egymás mellett maradni. Ennek az az oka, hogy a kapcsolatokat felszínesen, érzéki szinten működtetik sokszor, és az nem tarthat ki. Ha nem mélyítjük el, ha nem kerül egy érzelmi szintre, és onnan pedig lelki szintre, akkor nem tudunk kitartani. És éppen ezért, hogyha a férfiaknak mondom, hogy sikeresen akarják működtetni a házassági kapcsolatot, és azt szeretnék, hogy az lelki legyen, akkor nekik két dologra kell odafigyelni, mert nekik az a gyengéjük. Az egyik, hogy egy férnek kell kontrollálnia az elméjét és az érzékeit. Vagyis az önuralom. Az önuralom az egyik fő eleme a sikeres kapcsolatnak a férfiak oldaláról. Vagyis meg kell tanulni az irányítás alá vonni a csapongó és ingatag és hihetetlenül erős elmét. És ez nem könnyű. De józanná kell válni, mert senkiben sem lehet megbízni, aki nem tudja irányítani az elméjét. Vácsó végam, manasza, króda végam, dzsíva végam, udaroposzta végam. Hogy hat ilyen van. Kontrollálni kell a beszédet, az elmét, a haragot, a nyelvet, a gyomrot, a nemi szervet, és akkor várhatunk józanná, és kizárólag akkor lehet bennünk megbízni. Ha erre nem vagyunk képesek, ha nem tudjuk az elmét és az érzékeket irányítani, akkor az azt jelenti, hogy korrumpálhatóak vagyunk. Akkor árunk van, és egy ponton talán a végzet legyőz bennünket.
Szóval szilárdá kell válni, menedékké, megbízhatóvá, ami azt jelenti, hogy önuralom. Ez a férnek az első kötelessége, hogy van önuralom, tud magán uralkodni. A második, amely a férfiaknak egy másik gyengéje, és ez természetesen nem jön nekik, legalább ha nem motiváltak nagyon, ez pedig az érzékenység. Ezt nagyon jól csinálják az elején, mert nagyon motiváltak, de idővel elveszik. Sőt, szinte teljes abstinenciába fullad, és sokszor nem fordítanak elég figyelmet a szeretteikre. És ahogy a mondást tartja, Csánakja, egy középkori ind bölcs mondta, hogy ha a ruhát kint hagyjuk a napon, akkor megöregszik. Hogyha a lovat kikötve hagyjuk, akkor megöregszik. Az utazás megöregíti az embert. És a feleség megöregszik, hogyha a férje nem szentel neki figyelmet. Szóval ennek fényében akkor a természetes érzékenységét, amit az elején tanúsít a férj, fönn kell tartania, törődnie kell, érzékenynek kell lenni mentális és egyéb szükségleteire a feleségének. És akkor csodát fog tapasztalni. Mivel ez nem annyira könnyű a férfiak számára, erre mondhatjuk, hogy egy törekvés kell legalább az elején tenniük. A feleségek szintén tudják támogatni a jó kapcsolatot, azáltal az egyik elem, és hát remélem, hogy egyetértenek velem, és ez nem könnyű. Igazából senkinek nem könnyű, de azt hiszem, hogy a nőknek egy icipicit még nehezebb. Ez pedig a elégedettség. Az elégedettség az, ami segíti a kapcsolatot. És ahogy a mondás mondja, nem az elégedett vagy boldog, akinek sok van, hanem az, akinek elég van. Igaz? Mert a békét nem az írja el, aki igyekszik vágyait beteljesíteni, hanem az, akit nem zavar a kívánságok szakadatlan özöne, melyek úgy ömlenek belé, mint a folyók a mindig töltődő, ám de mozdulatlan óceánba. Elégedettség. És a másik oldalról pedig a hűség, hogy erényes. És ez nem néz a nők számára. Ha kapnak figyelmet, hogyha kapnak törődést, és a férj önfegyelmezett, akkor ez nekik természetesen fog jönni. Így módon, ha tisztában vagyunk ezeknek a fontos elemeknek a fontosságával, a működésével, akkor alkalmazhatjuk őket, és azt látjuk, hogy a kapcsolat elmélyül, érzéki szinten nem marad, hanem érzelmi, majd lelki mélységeket fog elérni. És végül akkor a házasság tehát két embernek a szövetsége. És támogatják egymást. Idővel olyanok lesznek ők egymásnak, mint két barát, mint két bajtárs. És átkelnek valahogy a tudatlanság óceánján. És ez a tisztelet, az erény és a jó tulajdonságok az a hajó, amivel átkelhetünk a végzetem. Szóval így élve és gyakorolva a lelki életnek az alapelveit, akkor a kapcsolatainkat és az egész lényegünket lelkivé tudjuk változtatni, minősíteni. Ezért hát ez egy nagy jelentőségű nap, főleg lelki emberek számára. Nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek ma veletek együtt, Tündi és Szabolcs. Én régóta ismerem őket, nagyon kedves emberek, nagyon odaadóak minden szempontból. Nagyon jó tulajdonságaik vannak, és én azt hiszem, hogy a valódi lelki sikereknek a várományosai ők. És ezért ez egy jelentőségteljes nap. És még az anyagi világban is akarunk bármit elérni, nem tudunk igazából sikeresek lenni anélkül, hogy elnyerjük mások jó indulatát. Szeretteink, rokonaink, barátok, az ismerősök vagy szülőknek a jó indulata az áldása nélkül nem tudunk sikeresek lenni. Ezért most arra szeretném önöket kérni, hogy összegyűjtve minden jó érzést, jó indulatot és áldást a szívben, akkor próbáljunk meg egy áldást adni nekik, amire szükségük lesz, hogy kitartsanak egymás mellett, lelki fogadalmaik mellett, és végül lelki gyakorlataikat hűségesen követve teljes lelki sikert érjenek el. Az áldásadásnak a módja nagyon egyszerű. Szívre van hozzá igazából szükség, és az áldásnak a mudrájával szokott megvalósulni. Az áldásnak a kéztartása, a mudrája, egy kifelé fordított tenyér, összezárjuk az ujjainkat jobb kézzel, akkor jobb kezünkkel, és nagyon fontos, hogy megfelelő irányba irányítsuk, mert ugye tudnunk kell azt is, hogy ki kapja ezt az áldást, szóval mindenki emelje fel a jobb kezét, és irányítsa akkor a párra,
És ugyanakkor a bal kezet pedig a szívünkre tesszük. Ugye a szívből jön akkor ez a jó indulat, amit itt próbálunk rájuk vetíteni és sugározni. És ez még nem elég, szükséges a mantra is. Ugye a mantra a szent imák, amin keresztül ez a valódi áldás végül eléri a célját. A Hare Krishna Maha mantrát fogjuk most ismételni, amely az összes mantrák között potenciálisan a leghatalmasabb. Soronként fogom mondani, és kérem, hogy akkor önök átöléssel így ismételjék utánam, és így módon akkor megáldjuk őket. Akkor figyelem. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Hare Hare. Köszönöm szépen. Sarva Sukhino Bhavantu. Legyen mindenki boldog. Köszönöm a figyelmet. Hare Krishna. Nagyon szépen köszönjük Gunagrahi Prabhunak ezt a nagyon szép előadást, és remélem még jól vagytok, szóljatok, ha bármi probléma van, vizet szeretnétek, ne izguljatok, minden rendben lesz. És most folytatnánk akkor az esküvő folyamatát különböző kellékekkel. Kérlek, álljatok föl, és szeretném fölkérni a színpadra a mennyasszony apukáját, valamint Bhagavat Priya Prabhut, aki majd a fogadalmakat mondja el az ifjú párnak, igazából aki összeadja az ifjú párt, és köszönjük, és majd a segítőt kérem, hogy a fiatal, az ifjú párnak adja a kezébe a kunkumot, azaz, hogy a csandat. Egymás jobb tenyerét bekeni illatos, kedvező dolgokkal. És akkor egymásra teszik a tenyerüket, így a jobb kézre. És most szeretném a segítőt kérni, hogy az apukának adja a kezébe a kis füzért, addig elveszem ezt a kis szöveget, és tessék betekerni a kezüket ezzel a kis füzérrel, ami egymásra van téve a kézfejük. És akkor még egy úgy átvetni, nagyon jó. Bhagavat Priya Prabhut szeretném a színpadra kérni. Köszönjük apuka, addig visszaadom a szövegét. És most következik a fogadalom. Itt kiemeltem neked. Itt a férnek, és aztán a feleségnek ezeket, jó? És ők is hétlik, vagy én csak Bhakta Turulci Szabolcs, elfogadod-e Bhakti Tudjintinda feleségedül, és ígéred-e, hogy házasságotok alatt mindig segíteni fogod a lelki életben, vigyázol rá, és gondoskodsz róla, és sosem váltok el? Igen. Bhakti Tudjintinda, elfogadod-e Bhakta Turulci Szabolcsot férjedül, és ígéred-e, hogy házasságotok alatt mindig segíteni fogod a lelki életben, szolgálod őt, és sosem váltok el? Igen. Nagyon szépen köszönjük a esketést, igazából. Ez a fogadalom erősítette meg az egymás iránt érzett szerelmüket és tiszteletüket, tehát az eltökéltséget a házasságra. És kérem a segítőt, hogy a vizesedényt és a vizet készítse elő, de előtte az apukát megkérnénk, hogy ajándékozza el a lányát Szabolcsnak, Vejének, és tartom a mikrofont, jó? Tessék nyugodtan olvasni, én tartom a mikrofont. Várcsak Rácsa és Krisna személyesen odaadnák a mennyasszony Tünde lányomat, szépen feldíszítve és felégszerezve, egészségesen, fiatalon a vőlegénynek. Azt mondja, Bhakta
Szabolcsnak. Most itt a papa hívők, a vendégek és a tűz előtt. Köszönjük szépen, Rívó! Köszönjük apukának, nagyon-nagyon tökéletes volt a szöveg. Nagyon jó volt, nagyon tökéletes volt. Még ne tessék elmenni, de a papír zsebre lehet tenni nyugodtan, hiszen most az lesz a következő feladat, hogy a segítő a tálat a kezük alá tartja, és akkor tessék lelocsolni csak így lágyan a párnak a kezét, ez is még része az elajándékozásnak, tökéletes. Még egy picit lehet locsolni, úgy. Köszönjük szépen, és jó, hogyha így elveszik. És most szeretném kérni a menyasszony nővérét, aki az édesanyját képviseli, hogy kösse össze a ruhájukat. Sikerült? De el is jöhetsz. Köszönjük szépen. Itt a Brigi majd adni fog egy fehér anyagot. Ezen láthatnak majd különböző csomókat, amiben kedvező dolgok vannak belekötve. A menyasszony rózsaszín fát lát, és Szabolcsnak a csadarját, hogyha összeköti, akkor még lesz is mozgásterük. Segíts neki, Brigi, nyugodtan. Addig elmondom önöknek, hogy ebben a fehér anyagban kedvező dolgok vannak belekötve, úgy mint haritaki, bétel, csandan, különböző virágok, tulaszi levelek, ami a tulaszi növénynek, a szent növénynek a levelei, kumkum és kurkuma, tehát ezek mind kedvező dolgok. És ez az összekötés azért is nagyon fontos, hogy ez is jelképezi az összetartozásukat. Igen, kicsit jó lesz, nagyon jó lesz. Senki se izguljon, ez a fontos. Egy jó erős csomót, ha ráköt, ugyanis egy jó ideig most így együtt lesznek, összekötözve. És hát van, ahol egy hétig, de van, ahol vannak olyan úgymond babonás hölgyek is, akik elteszik örök életre ezt az anyagot a szekrénybe, és az összetartásukat jelképezik. De azért reméljük, hogy tudnak majd mozogni a mai nap folyamán. Köszönjük szépen! És most apukát megkérném, hogy vegye le a kezüket összekötő füzért, és adja oda a menyasszonynak ezt a kis füzért, aki pedig majd kidobja a közönségbe ezt a füzért. Lehet gyülekezni, ifjú hölgyek, nyugodtan még van időnk, várunk egy percet, hogyha szeretnék, ugyanis biztosan tudják, hogy ez nagyon-nagyon kedvezőséget hoz a lelki életbe is, de természetesen a házas életbe is. Nyugodtan jöjjenek az ifjú hölgyek, nyugodtan, hiszen lehet kiszemelt személynek is, akinek szeretnén. Ugyanis aki ezt a füzért elkapja, annak élete nagyon-nagyon kedvezővé válik. Hölgyek esetében reméljük, hogy hölgyek kapják el, pedig nagyon hamarosan esküvőre számít. Rivó, tapsoljuk meg az ifjú hölgyek! Köszönjük szépen! Köszönjük szépen az édesapának is, és a nővérnek is a segítséget. A színpadról most már akkor le tudnak menni, ahol könnyebb. Igen, ott van egy lépcső is. Köszönjük szépen, nagyon remekül szerepeltek, apuka is. És következő lépésként most a ruha ajándékozása. A menyasszonynak kérjük a Brigit, hogy adját a vőlegénynek, aki egy jelképes, sen megajándékozza a menyasszonyt, reméljük hosszú-hosszú évekig egész életük során elhalmozza majd szebbnél szebb ajándékokkal. És mutassuk meg a közönségnek, hogy mit kaptál, nyugodtan hajtsd szét. Egy gyönyörű ruhát szoktak ilyenkor ajándékozni, ez egy nagyon szép szári, amit szerintem már hamarosan, nem ma, de hamarosan majd viselni is fog a menyasszony. Tapsoljuk meg, igazi gavallé vőlegény. Köszönjük, majd Brigi összehajtja. Köszönjük szépen, és hozzátartozik egy mantra is, amit a vőlegény mond ilyenkor. Bárcsak az istennők, akik szőtték a ruhát, hosszú élettel ruháznának fel. Ó, hölgy, hosszú élettel megáldott, viseld ezt a ruhát. Ruhát kapva kapj hosszú életet, éj 100 évig, nemes hölgy, éj 100 őszig, és életed folyamán hoz lelki gazdagságot a férjednek. Rivó, köszönjük szépen! Azért nagyon különleges párral is találkozhatunk, hiszen Szabolcs nagyon bátran vállalta a mantrák felolvasását. Ez nagyon-nagyon kevés vőlegény van, aki ilyen
hát ilyen izgulós állapotban még hajlandó még mantrákat is felolvasni. És következő lépésként kérlek, forduljatok egymással szembe, és most lesz a mennyasszony feldíszítése kunkumával. Itt mégis segít, hogy ott a középen az ékszert kérlek húzd el ott a díszítésről, és akkor alatta ez a piros csík. Azt nem fog, jó, hogy jó lesz. És akkor ez a szindúrnak hívják, ami a hölgyek választékán ez a piros festék, ami a házasság jelképe. És természetesen ezen kívül a jegygyűrűt is hordja, amit kérjük, hogy először a vőlegény húzza fel, majd utána a mennyasszony egymás ujjára. Ezt még hozzátenném, hogyha majd a kedves násznép és bárki, aki itt a közönségből szeretne jó kívánságokat, gratulációkat, áldást adni majd az ifjú párra, ez nagyon szép áldás, hogyha a jegygyűrűt jobb kézzel megérintjük, ami az ujjukon van, és akkor adunk nekik áldást, hiszen az aranyba bemegy az áldás, és így nagyon szépen fog működni a folyamat. És akkor most Bhakti Pátrabhunak elviszem a mikrofont, reméljük elér oda, ugyanis most a tűz meggyújtásának folyamata következik, és akkor átadom neki egy perc erejéig a szót. Hare Krishna, szeretettel üdvözlünk kedves vendéget. Ugye védikus esküvő történik a pap jelenlétében, Isten jelenlétében és a szent tűz jelenlétében. Itt van előttem egy tűzmandala, vagy tűz agnisala, ahol lesz mantrák segítségével és a mudrák segítségével, ilyen imák segítségével, meghívva lesz az Istenség, legfelsőbb személyisége, és minden, ami fog történni, majd a tűz segítségével, és Isten imádat, az minden tűz keresztül fog zajlani. Fogunk ajánlani, itt lehet látni, nálam van ghee, egy tiszta olaj, amelyeket felajánlásokkal együtt majd fogok önteni a tűzbe, mantrákkal, és ezzel mi urat elégedeti megpróbáljuk tenni ahhoz, hogy áldásos és erős legyen kapcsolata ifjúházas párnak. Köszönöm szépen! Igen, és akkor az áldozati tűz gyújtásával folytatjuk a ceremóniát, és megkérném ismét a nővért, aki az édesanyját képviseli. A mennyasszony nővérét szeretnénk kérni, Irénkét, hogy még egy feladata lesz. És titeket pedig, igen, hogy cseréljetek majd helyet, hogy, aha, ügyesen, nagyon, nagyon ügyesek vagytok, megoldottátok trükkösen, és most lesz a puffasztó friss felajánlása, amikor a tűz közé, tűzhez közel kellene állnatok, és jó forró lesz, de egy kicsit ki kell bírnunk, és Irénkét szeretném megkérni, hogy fáradjon ide erre az oldalra, és Tündinek a jobb lábát, a jobb láb fejét, hogyha megfogod, és ráhelyezed erre a nagy kőre. Ez a kő egy őrlőkövet szimbolizál. A háziasságot, a stabilitást köszönjük szépen, és továbbá Irénkének az lenne a feladata, hogy itt van a segítőnk, kérlek, Brigi, gyere ide. És Tündi, tedd össze kérlek a kezedet, és ebbe először a pap tisztított vizet fog a kezedbe ajánlani, majd, hogyha... Tessék? Most nem. És mindeddig, mind végig a jobb lába ezen a köven áll, és a tenyerébe puffasztott rizst ajánlunk. Először ghee-t tesz a papa kezébe, most kérlek Irénke, hogy egy marék puffasztott rizst tegyél a Tündi kezébe, és ezt úgy még egy kicsi ghee-t fog tenni rá Bhakti Pátrabhu, és ajánld a tűzbe úgy, hogy nem nyitod szét a két kezedet, reméljük eléred, úgy tökéletes, köszönjük, és most a segítőket és Irénkét kérem, gyertek arrébb, és most a pár körbejárja a tüzet úgy, hogy a feleség megy elől. Egyszer körbejárjátok. Nem megyek,
maszkóval, ott füstölővel, igen, vigyázzatok. És most már nem kell segítened, most lépj a kőre, kérlek, és akkor ugyanezt a folyamatot ismételjétek meg, tehát, hogy tedd össze a kezed, és akkor ugyanúgy először tisztított vaj kerül a kézre, aztán puffasztott rizs, és megint tisztított vaj. És akkor megint körbejárhatjátok egyszer, és még egyszer megismételjük ezt a folyamatot. És amint mondtam, ez az örlőkő, ez szilárdságot szimbolizál. És akkor elmondok két mantrát, amit közben a pap szanszkrit nyelven vibrál, magyarul pedig úgy hangzik: állj e kőre, s légy olyan szilárd az Úr iránti odaadásban, mint egy kő. Sose kerülj azok hatása alá, akik ártani akarnak neked. Ezt mondja a férjem anyasszonynak. Valamint azt mondja a férj: ez az asszony azt mondja, miközben felajánlja a puffasztott rizst a tűzbe: legyen férjem hosszú életű, éljen 100 évig, virágozzon odaadásunk az Úr iránt. A mennyasszony a szülőkházából a vőlegényházába megy, mivel elvégezte a kötelességeit jóval az eljegyzés előtt. Ó, mennyasszony, segíts, hogy eltávolíthassuk ellenségeidet, amint a vízáradat tisztítja meg a tüzet. Köszönjük szépen, és most következik a 7 lépés az oltár felé. Akkor kérlek, majd álljatok ide a színpad elejére, és mennyasszony áll a jobb oldalon. Igen. És nagyon éget? Jó, akkor oda viszem a papucsot, mert nagyon éget a színpad. Te kibírod? No. A férj vezeti a mennyasszony, tehát egy picit kérlek állj elé, úgy, és akkor én olvasom majd a 7 lépésnél a mantrákat, és akkor kérlek, először tedd ki a jobb lábadat, úgy, és akkor ha elmondom a mantrát, akkor tedd a másik mellé. No, első áldás: vezessen Visnu az erőhöz, és kérlek lepesd. És minden lépésnél áldásnál lehet egy hatalmasat tapsolni, hiszen ezek a házasságunknak különböző fázisaira ad áldást, és kérjük, biztassuk őket. Második áldás: vezessen Visnu a hatalomhoz. Haribó! Kiteszed a jobb lábad, és harmadik lépésnél: vezessen Visnu az esküjét betartásához. Haribó! Negyedik áldás: vezessen Visnu a boldogsághoz. Haribó! Ötödik áldás, nagyon-nagyon fontos: vezessen Visnu sok tehénhez. Haribó! Hatodik lépés: vezessen Visnu lelki gazdagságod megsokszorozódásához. Haribó! Hetedik egyben utolsó áldás: vezessen Visnu a 7 áldozat fenntartásához. Haribó! És még lesz a férnek egy áldás. Légy társam az életben, légy hű a 7 esküvőhöz. Bárcsak kapcsolatunk kiteljesedne, ne szakítsd meg ezt a kötelet. Nagy tapsot nekik, és kérlek, boruljatok le a múltik előtt, vagy a képek előtt. És most a közönség felé, ha fordultok, a feleség a férj bal oldalán, most már ez lesz, és akkor még két mantrát a vőlegény kérlek. Ez a feleség nagyon hűséges. Gyertek és nézzetek rá, áldjátok meg kérlek jó szerencsével. Egy nagy tapsot a megálló feleség.
akkor most Bati Petrobut kérném, hogy vízzel szórja le, hintse le a vőlegény és a mennyasszony fejét a szentelt vízzel. És akkor ezzel kiteljesedik, azaz, hogy beteljesedik a házasságuk és a fogadalmuk esküje. Tehát ezzel a hét lépés megtételével, valamint, hogy a pap is áldást ad a szentelt vízzel a vőlegény és a mennyasszony fejére, ezzel házasnak tekinthető Tündés Szabolcs. Kérünk egy hatalmas tapsot nekik. Az ifjú pár most már férj és feleség. És még a férj ezzel mond egy. Bárcsak Vászudéva és minden kiterjedése egyesítenének minket. Bárcsak a víz egyé tenné szívünket. Bárcsak a szél ura, fenntartunk egyesítene minket. Bárcsak az ő ura egyé tenne minket. Köszönjük szépen! Még egy nagy tapsot! És a tűzszeremónia előtt hát csak azt szeretném kérni tőletek, egy nagyon fontos áldás érdekében, hogy forduljatok egymással szemben. És a férj bal kezébe fogja a feleség két kezét. Úgy, és akkor kérlek fogd meg a két hüvelykujját, úgy, és akkor ide viszem a mikrofont, miközben mondod a imákat. Fogom a kezed, hogy szerencsét hozzon, hogy idős kort érj meg férjed társaságában. A négy kumára adott téged nekem, hogy Krisna baktájaként végezhessük a családi élet kötelességeit. Légy szelíd, így védelmezzen a férjed. Légy kedves az állatokhoz, légy jó szívű, gyönyörű. Légy hősök anyja, élet anyja, kedves Krisnának a legnagyobb boldogságot hozva el. Légy jó hozzánk mind az emberekhez, mind az állatokhoz. Bárcsak Vishnu gyermekeket adna nekünk. Bárcsak Krisna együtt tartana minket öregkorunkig. Lép kedvezőséggel férjed házába. Légy jó hozzánk mind az emberekhez, mind az állatokhoz. Legyen szíved szilárd az életem céljaiban. Bárcsak az elméd az enyémet követni. Tested, lelked, szentelt szavaimnak. Bárcsak Vishnu összekötne minket. Köszönjük szépen! Még egy nagy tapsot az ifjú párnak, hiszen ennek nagyon fontos áldások voltak a családi életben. Ugye hát szeretnének még gyermekeket, Krisna tudatos kis szenteket hozni ide a kis családjukba, úgyhogy ez nagyon fontos áldás. Köszönjük szépen nektek! És akkor Brigi, kérlek, és akkor már csak arra kérnélek titeket, visszük a párnát, és akkor oda le tudtok ülni a két. Most következik a tűzszeremónia. Lassan-lassan már árnyékos helyet is kap az ifjú pár szerencsére. Akik szeretnének fotót készíteni, nyugodtan jöjjenek közelebb a színpadhoz, hiszen most ülve folytatódik a szertartás, de egy nagyon szép része az esküvőnek, hiszen az áldozati tűz mellett ül a pár. Tűzszeremónia különböző részein a Bhakti Pátprabhu, tehát a pap, szanszkrit nyelven vibrál mantrákat, és minden szanszkrit mantra végén, amikor elhangzik a svaha szó, akkor a férj és a feleség újjuk közé fog néhány szem gabonát, és azt a tűzbe ajánlja. Tehát ez igazából minden része nagyon fontos a szertartásnak. A felajánlás, az imák felajánlása. Elsőként a jagja alatt, a tűzszeremónia alatt a mennyasszony tisztítása történik, megtisztítása. Mindeközben tisztított vajat ajánl a tűzben a brámana, valamint Ganges vízzel is spricceli a tüzet, és a kozmikus megnyilvánulásnak végez felajánlásokat.
A papa gőlegény nevében most fennajánlást végez, hogy eltávolítsa a Vaisnava Lakshmit, a viszály és a bal szerencse megtestesülését, hogyha jelen van a feleségben. A mantra jelentése. Ó Hari, Mádava, Ananta, Madhusudana, a vezeklés a cselekedetével, ti vagytok azok, akiknek vezekelek. Mivel szolgátok vagyok, és vágyom menedéketekre, kérlek benneteket, hogy pusztítsátok el feleségemben az odaadás akadályait. Tehát a pap, itt a tűzszeremónia folyamatán a férj, azaz a vőlegény nevében végez felajánlásokat, eltávolítsa a fiat nemzésének akadályait is. Ó Vishnu, Nrisimha, Acyuta, Janardana, a vezeklés a cselekedetével ti vagytok azok, akiknek vezekelek. Mivel szolgátok vagyok, és vágyom menedéketekre, kérlek benneteket, hogy pusztítsátok el feleségemben a fiat nemzésének akadályait. A papa bőlegény nevében a következő felajánlást végzi a tehenek tartása akadályának megszüntetésére. Ugye a védikus kultúrában nagyon fontos a tehenek tartása, hiszen szentállatként, sőt anyánként tekintjük őket. Ó Vászudéva, Szankarsan, Pradyumna, Anirudha, a vezeklés, e cselekedetével ti vagytok azok, akiknek vezekelek. Mivel szolgáltok vagyok és vágyom menedéketekre, kérlek benneteket, hogy pusztítsátok el a tehenek tartásának akadályait. Ezután pedig a kozmikus teremtést imádja a bőlegény nevében. Most a papa bőlegény nevében imádja a kozmikus teremtést, és a könyörgés a védelemért. A mantra jelentése. Ó Vishnu, minden teremtett mestere, rajtad kívül nincs semmi. Az Úr mindent felölel. Rád vágyva végeztük neked ezt az áldozatot. Bárcsak beteljesülnének ezek a vágyak, bárcsak lelki gazdagság urai lennénk. Valamint a tűzszeremónia része lesz az Úr és az Úr társainak az imádata. Mindeközben ugye ősi nyelven, szanszkrit nyelven vibrálja a papa mantrákat. Miközben zajlik a szertartás a szanszkrit imákkal, a kedves vendégeknek szeretném jelezni, vagy elmondani, hogy a tűzszeremónia végén nagyon kedvező, hogyha idejárulnak a pap elé, és mindenki kaphat az áldozati tűzből egy pici pöttyöt, nem a tűzből, bocsánat, a hamuból, egy pici pöttyöt a homlokára. Ez nagyon elterjedt szokás a védikus kultúrában, Indiában is, de sok helyen, ahol ilyen szertartást láthatunk, és akkor csak ide a homlokra egy apró pöttyöt kapnak ebből a hamuból, ami nagyon nagy kedvezőséget teremt lelki fejlődésben is.
Most a pap a szanszkrit imákon belül az urat és a társait imádja, felajánlja továbbra is a tisztított vajat a tűzbe. Minden szanszkrit ima mellett, ahogy már említettem a kedves vendégeknek, nagy kedvezőséget teremt a Hare Krishna mantrának az éneklése, ahogy itt a kedves bakták is teszik a színpad szélén. Ezért is nagyon halkan, de hogy Hare Krishna mantra éneklésével, zenéléssel kísérjük a szertartás folyamatát. És nem sokára kérjük ismét a kedves vendégeknek a közreműködését, az áldás, az záporozzon majd az ifjú párra. És kérném mindenkit, akkor önök, a kedves vendégeket, hogy álljanak fel, és egy végső áldást mondjuk az ifjú párnak. Lehet még egyszer a mantrázott tippet kérni? Igen, igen. És akkor egy utolsó áldásként, és a tűzszeremónia végén ismét egy újabb áldást kérő mantra az ifjú párnak. Om Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Svaha Idam Radha Krishna Bhyamidam Namama. Köszönjük szépen, így önök is részt vettek a tűzszeremónia végén. Az áldás ez nagyon fontos minden esetben, helyet foglalhatnak, és most következik a végső felajánlás, amikor az ifjú pár feláll, és a gabona mellett találtok a tálcátokon egy-egy banánt, amit az áldozati tűzbe kell ajánlanotok, hogy a két kezetek közé fogjátok. Igen, úgy, Szabolcs is. És a szváhánál a tűzbe ajánljátok a gyümölcsöt. És most háromszor körbejártok úgy a tüzet, hogy a férj megy elől. És ezzel a tűzszeremónia része véget ér, és miközben a pap a szanszkrit imákat mondja, én elmondom magyarul. Az Úr az imádandó, ő a segítőnk, aki folyamatosan kiterjed, ő az örök barátunk. Ezt csodás tettein keresztül mutatja ki. Te vagy az imádandó abszolút igazság és minden örömteli élmény forrása. Mivel erős vagy, megtöröd a rossz akarók ellenségességét. Te vagy azok védelmezője, akik dicsőséget zengik. Kedves vagy azokhoz, akik barátként fogadnak el téged. Légy velünk százszor, hogy védelmet nyújts nekünk. Legyen béke a mennyei bolygókon, az éterben, a földön, a vízben, a levegőben, a fényben, a gyógynövényekben, minden bolygórendszerben, a papokkal, a hívőkkel. Legyen béke, legyen elégedettség. Bármi is szegte meg a szabályokat, bármilyen kellék vagy rituálé hiányzott, bocsátassék meg Krishna és társai kegyéből. Bármely hiba semlegesítésére, amit esetleg elkövettem ebben a szertartásban, most emlékezem Vishnura. Köszönjük szépen Bhaktipad Prabhunak a folyamatot, hogy segített így papként az esküvői szertartás elvégzésében. És most kérem az ifjú párt, hogy fáradjatok még egy kicsit ide a színpad közepére. Köszönjük, és szerintem elég bátrak vagytok ahhoz,
hogy egy pár szót szóljatok a nász néphez, kedves rokonokhoz, barátokhoz, hiszen nagyon kedvező atmoszférát teremtettek jelenlétükkel, úgyhogy át is adnám Szabolcsnak a mikrofon. Hare Krishna. Erre nem készültünk, de hát akkor egy pár szót. Én szeretném nagyon megköszönni mindenkinek, aki ma ide eljött, és áldását adta a mi házasságunkra. Nagyon szépen köszönjük. Hát én is hasonlóképpen nagyon örülök, hogy ilyen sokan eljöttetek, rokonok, és vannak, akiket még nem is ismerek, és ez különösen nagy örömmel tölt el, hogy olyan személyeket is láthatok, ez saját esküvőben, ez elég ritka, akiket nem ismerek. Nagyon szépen köszönjük az áldásokat. Hare Krishna! Nagyon szépen köszönjük nektek is, hogy ilyen kitartóan és a hőség és a tűz. Hát igazából a színpad volt a legforróbb, ezért rugdossuk itt a párnákat, mert azért perzseli jócskán a talpakat. Még egyszer szeretném megköszönni minden kedves vendégünknek, az ifjú pár vendégeinek, a rendezvény vendégeinek, minden segítőnek, akik itt voltak, minden segítő, aki részt vett az előkészületekben, az esküvő folyamán, a segítségben, és természetesen még folytatódik, hiszen nem zárul le az ünneplés ezzel a szertartással, hiszen a nász népet majd megkérném, hogy az ajándékozás után itt lesz az épületben? Tehát az a gratulációk és az ajándékok átadása itt a főépületben, a csarnokban történik, addig mi igyekszünk előkészíteni a finom ebédet a másik épületben, ahol már a vendégek közül sokan jártak, tehát ott a másik csarnokban. Szeretném megköszönni mindenkinek a részvételt, és természetesen az sok-sok áldást, ami így záporozott az ifjú párra, hát csak rájuk kell nézni, és ragyognak a boldogságtól, és most már szerintem nagyon-nagyon megkönnyebbültek, hiszen nagyon izgultak, és rengeteg dolguk volt az előkészületekkel. Úgyhogy hatalmas tapsot kérek az ifjú párnak, Ündinek és Szabolcsnak, és a félistenek is fújják errefelé az áldozati tűznek a füstjét, úgyhogy szerintem most már akkor köszöntsétek ti is a vendégeiteket, fogadjátok a gratulációkat, és akkor köszönjük nektek a részvételt.